Hosszú évek óta ismerik egymást, valamennyien elismert festők, mostantól partbűhelyként ismerheti őket a közönség. Fazekas Balog István, Felugosi László, Molnár Irén, Lenkei Tóth Péter, Sándor Zsuzsa, valamint Stark István festőkről van szó, akik ebben a formában első alkalommal a Magyar Festészet napjához kapcsolódó pataki kiállításon mutatkoztak be. Az Urbán György kiállító teremben elhangzott, mindenki több szálon kötődik Sárospatakhoz, van, akit évtizedek óta a patak festőjének tartanak. Ezek a házak, meg ezek az ablakok, meg ezek a tájak, ezek a mi életünknek a szinterei, és itt éljük le az életünket, ezek mellett, a fák mellett haladunk el. És bizony, amikor én ezeket a régi képeket elővettem, akkor megéltem azt, amit nem is gondoltam, ott porosodott a sarokba, és azt hittem, hogy soha élom, amit majd ki kell dobni, hiszen eljárt fölötte az idő, és kiderült, hogy ezeknek is van szerepük. Úgyhogy úgy látszik, hogy a közvélemény nem véletlenül alkotta meg ezt a fogalmat, hogy mi vagyok az, aki Sárospatakot festem, és bevallom őszintén, megszámlálhatatlan, nem tudom megszámolni, hogy hányszor tettem ezt meg, és hányszor fogom még. Tehát nekem az ősz is csodálatos, ahogy megyek az utcán, akkor mindig azt figyelem, hogy lehetne megfesteni, és azt a pillanatot megörökíteni, mert hiszen miért csinálja ezt az ember, a festő? Azért, hogy ezt az élményt megossza. Ilyenkor egy kicsit bármennyire hasonlít a valódi házra, mert az enyém felismerhető, hogy ablak meg ház van rajta, de mégiscsak történik lényegkiemelés. Tehát amikor a három dimenziót áttesszük két dimenzióba, tehát képfelületre, az önmagában szerintem egy nagy absztrakció, tehát nagy koncentrációt igényel. Amikor a fényszíneit áttesszük festékszínre, gondoljunk bele, hogy a napfénybe bele se tudunk nézni. Hát napfényfesték gomb nincs, se éjszakai sötétség gomb nincs. Amikor a festő abból egy képet csinál, akkor a 12 színű gombfestékre kell átültetni a valóságnak a fényeit, árnyékait, ami megint egy absztrakció. Kiállításon arra is választ kaptunk, mitől működik másként egy festő. Ez az érzékenység, ez a mindenre figyelés, ez előbb-utóbb odavisz bennünket, hogy nagyon apró, de egyébként igen fontos az életnek, igen fontos dolgait veszük észre, amiket megpróbálunk felszínre hozni és megmutatni másoknak is, hogy hát gyerekek, ez is van, erre is figyelni kell, és hogyha ezt ti is látjátok, akkor lehet, hogy sokkal értékesebb az élet. Számodra hogyan köszönnek vissza? Itt elhangzott, ugye, életesemények, feleséged elmondta, végigkövethető a korszak. Neked ez a fajta fejlődésed, ez hogyan követhető nyomon? Hát két külön vonalról van szó. Ő inkább a benyomásokból, tehát most Molnár Irénkéről beszélünk, ő inkább a benyomásokból él, tehát a látványok alapján építkezik. Ez ugye egy külső kép, és abban merítkezik meg, és azt dolgozza föl. Persze ő is átereszti a saját szubjektumán, és hál' Istennek ezért is olyan szépek azok a képek, mert nagyon jó szubjektuma van. Én meg nem a külső képekből indulok, hanem a belső képekből már eleve, tehát kihagyjuk lépcsőket, de azokat a külső képeket én már földolgoztam, tehát azok itt vannak bent a képzett tartományban, tehát én fejből dolgozok, és ez eleve egy másfajta munkastílust igényel, másfajta gondolkozást igényel. Tehát ott a impresszió, a benyomások, a szabadabb, lendületesebb, kicsit talán mondjam hagyományosabb megoldások, itt pedig a megfontoltabb és inkább a törvényszerűségekre koncentráló dolog vagy alkotásmód dolgozik, mert hiszen a megismerés az erről szól, ugye, hogy ismerjük meg a valóságot, és úgy tudjuk megismerni, hogyha törvényszerűségekre rájövünk. A festészet, illetve a képzőművészet, vizuális művészeteket föl lehet tudjuk fogni egy folyamatnak, amelynek különböző állomásai vannak, és hát mikor, hol tart az ember, de az egyik
egyikből épül a másik, a következő állomás, illetve a következő lehetőség, amely a szellemi és a privát érvényszférától kezdve a tárgyi kultúrából kapott inspirációkat mindig egy fokkal vagy kettővel tovább viszi, és az elgondolások szerint, hogy olyan kép szülessen, amit hát gyakorlatilag érdemes egy kiállításon bemutatni, hogy esetleg a nézők kíváncsiak lesznek rá, még ha nem is mindig fogadják, néha elutasítással, de elgondolkoztató dolgok szülessenek, amely azért az életünkről, a valóságunkról szól, amelyben élünk, és gyakorlatilag mi a szemünkkel érzékeljük a legtöbb információt, és ezért fontos a vizuális kultúra, aminek van ez az állókép, és van aztán a mozgókép része is, és nagyon tág eszközhasználattal rendelkezünk most már itt a 21. század elején, mert a digitális technikák ugyanúgy használhatóak a képi a képek előállítására, mint a régi hagyományos technikák, a ceruza, az ecset, a festék, vagy a szobrászvéső. Leonardo da Vinci kezébe került volna egy számítógép, egészen biztos, hogy alkotott volna vele. Magyarul az alkotó ember számára az eszköz, az teljesen mindegy, hogy hívják, ceruza, vagy számítógép, az ember ezzel az eszközzel él és dolgozik. Aztán az más kérdés, hogy a számítógép eszközrendszerétől meg kell ismerni, és ezt kordában kell tudni tartani. Mert egy nagyon-nagyon, hát hogy mondjam, elég csúszamlós terület ez, hogy a számítógépbe belenyúl az ember, aki kicsit ismeri a dolgokat, azt tudja jól, hogy egy Photoshop programban például nagyon sok olyan kész effekt van, amit az ember hajlamos így, hogy szívesen nézegetni, de attól az még nem művészet. A művészet, tehát az eszköz, amivel én megcsinálom azt, amit csinálok, azt én arra használom, amire szeretném. És úgy használom, ahogy szeretném. Hát ezért van az, hogy igyekszem például úgy rajzolni vele, ahogy maximálisan kihasználjam a gép adta lehetőségeket. Az ember leginkább ez foglalkoztatja Sándor Zsuzsát, aki nem titkolja, hogy hurrá optimizmusa és pesszimizmusa is bellelhető festményeiben. Belső érzéseket, legalábbis a szándékom szerint, tehát ahogyan az ember érez, valamit megérez, önmagával kapcsolatban, környezetével kapcsolatban, egy másik emberrel kapcsolatban, hogy fél és összegörnyed, gondolkodjunk egyszerűbb dolgokon, fáradt és összeesik ugye a fáradtságtól. Szóval ilyesfajta belső tartalmakat gondolok kifejezni ezekben a festményekben, és olyan módon, hogy egyúttal talán nem túlzás, ha azt mondtam, hogy ilyen stílust meghatározó módon is, belekötöm a figurákat a körülöttük levő térbe, ecsetmozgásokkal, mozdulatokkal, dinamizmussal, és hogy az embert soha nem részletezve, soha nem realistán, nem naturalistán ábrázolom, hanem inkább elvontan, csak éppen hogy. A Part műhely tagjainak kiállítása az Újbástya rendezvénycentrumban látható.